felnőtt nemzedéknek a kórusa pedig ez a csoport, a keresztény értelmiségiek szövetségének csoportja. Szántó József apát plébános dicsőítő szavai nyitották meg a keresztény értelmiségek Jászberényi szervezetének ünnepi közgyűlését a Szent István házban. Az ország legnagyobb civil keresztény szervezetét 1989-ben alapította meg dr. Csanád Béla professzor. A jászberényi közönség azonban csak 2000-ben nyitotta meg kapuit. Egy olyan közösséget hoztunk létre, olyan programmal, amelyik vonzó, és célirányosan, missziós szándékkal, ami annyit jelentett, hogy a mi eszközeinkkel hirdessük az evangéliumot. És az értelmiséget azért választottuk ki, tehát az, hogy mondjam, nem is, hogy én választottam ki, hanem tulajdonképpen Keresztény Értelmiségek Szövetség a nevében is benne van. Azért csatlakoztunk ehhez, mert úgy éreztük, hogy a városnak a meghatározó, irányító rétege azért mindig az értelmiség volt. A jubileumi gyűlésen jelen volt dr. Tercsi Mátyás, a Kész Kecskeméti csoportjának elnöke is, aki az alapító dr. Oszti Zoltán szavait tolmácsolta. Adjon a Szentlélek világosságot és erős lelket profétai küldetésük betöltéséhez, és tartsa meg e közösséget alkalmas eszközeként a magyar jövő érdekében. A Kész Jászberényi szervezete jelenleg több mint 80 taggal büszkélkedhet. A 15 év alatt közel 240 eseményt szerveztek. A legfontosabb én szerintem az 5 könyvnek a megjelenése, mások pedig a külföldi kapcsolatok kiépítése határon túli palotsággal. A 15 év alatt számos közösséget kutattak fel, így találtak 2010-ben a szlovákiai Palóc Társaságra, akikkel azonnal felvették a kapcsolatot. Azt is azért nevelték a kedvemre, kék a szeme, göndör, harja fekete. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy mintegy 3 évre vezethető vissza a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi helyi szervezetének és az itteni Jászberényi csoportnak a kapcsolata, és nagy öröm számunkra, hogy tudunk találni kapcsolódási pontokat. Mi Sajó Sándor és Pósa Lajos mentén indultunk el. A két költő köt így minket össze. Az Ipolysánki Sajó Sándor szavaló versenyen rendszeresen mi is részt veszünk, ahogyan a Jász szavalóik is vannak ezen a szavaló versenyen. A helyi közösség célja, hogy minél többen meghallják hívószavukat, mellyel a keresztény vallás igéit hirdetik. Szeretnénk, ha mindannyian minél többen meghallanák a hívószót, nem akarok a napi aktuál politikára menni, de a migrációs problémák nagyon nagy problémák, ezek vallási problémák is. És itt nagyon-nagyon nagy szükség volna az összefogásra. És ugye ha azt mondjuk, hogy meg akarjuk menteni a keresztény Európát, mert beletartoznak itt a hívők, nem hívők is, mert ugye alaptörvényeink tulajdonképpen erre épülnek. Ha az ember a 10 parancsolatot megnézi, hogyha ennek csak 8 pontját betartja is, mert azt általában minden erre épül, akkor azt mondom, hogy nagy összefogásra lesz szükség Európának, és most különösen szükség lesz erre. Az ünnepi közgyűlés végén szót kért dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvívője, aki megköszönte a közösség áldozatos 15 éves munkáját. Milyen szorosan összetartozásunk?